Megnyílt Marosvásárhelyen a Románia ókori arany és ezüst kincsei című vándorkiállítás. A tárlat 32 múzeumból vonultat fel értékes régészeti leleteket. Őskori arany és ezüst kincsek, ókori fülbevalók és karperecek és a világhírű tráksisak, mindezek egy helyen egyedi kiállítás keretében. A Románia antik aranya és ezüstje című vándorkiállítás több mint 1000 darab őskori, antik és népvándorláskori leletből áll. A tárlatot a Román Nemzeti Történelmi Múzeum költöztette ideiglenesen Marosvásárhelyre. A nemzeti vagyon bemutatása révén a múlt elevenedik fel egy adott ország lakossága számára. Ugyanakkor az is büszkeségre ad okot, hogy Európának ebben a részében fejlesztették ki az arany kitermelését szolgáló technológiát már a neolitikum idején. A kiállítás hosszú történelmi periódus leleteit hozza a nagy közönség elé az időszámításunk előtti 5. évezredtől az időszámításunk utáni 7. századig. A kultúrpalota tükörtermében felbecsületetlen értékű kincseket vehetnek szemügyre az érdeklődők. A pietroszai aranykincs, a gót aranykincs lenne az egyik legjelentősebb, legszebb, és talán a jelentőségét is ez adja meg az egész gyűjteménynek, de ugyanúgy a trák vezérek által használt dísz sisakok, vagy az aranykarperecek, és lehet sorolni a bronzkor, vaskor különböző aranyleleteinek, a galaci aranyleletnek a sorsát. A kiállítás május 17-ig látogatható Marosvásárhelyen, ahonnan Gyulafehérvárra, majd Sepsiszentgyörgyre viszik.